Sándor Sándorunk, aki többszöri több alkalom béli felszólításunkra, hogy gyere vissza, mert lopnak gátlástalanul. Sajognak, az talán sincs azonos elbánás, ahogy egy másik korban Utasi Joe is megírta, hallgatás volt válaszod. Mert folytán elbánnak velünk megtévesztésre kitalált forradalmak, s a szellem napvilága is csak pislákol bennünk. S újra átrajzolódik a tények egykor rögzített hamis képe, s retusálódnak a rég elfeledtnek hit gondolat koboldok. Szabadságról, testvériségről, egyenlőségről. Háborúra készül ismét a világ, acélroncsok, tankcsapdák lépten nyomon, menekülésre már semmi esély, nem segít itt már semmi véd és vádbeszéd. Készül egy más világ új fényjelenségekkel, mert ez most a trend, és sokasodnak őrként álló csövektől és szuronyoktól megspékelt, békétlen időket idéző láthatatlan őrtornyok, térfigyelő állások, s ott belül is épül a lélekszobrászok által kitervelt szabadságigény nélküli, önön árnyékát is rettegő emberkép, képember. A költő is csak dadok vezetik, vakok, takarék, lángon égünk meg annyi tűz és forradalom után Tétován. Ember szabász modern időkben, génmanipulált világban, lángoszlop, fáklyaláng, zseblámpánkkal felszerelve, vacogva. Háborúra készül ismét a világ, acélroncsok, tankcsapdák lépten nyomon, menekülésre már semmi esély, nem segít itt már semmi véd és vádbeszéd. Háborúra készül ismét a világ, acélroncsok, tankcsapdák lépten nyomon, menekülésre már semmi esély, nem segít itt már semmi véd és vádbeszéd. Reményért mégis hozzád fordulunk, Sándorunk, Petőfi Sándor, 21. századi antiprófétai fóházban, ihletett reményvesztettségben, üzenetedre várva. Szólj egyetlen szót a békéről, s a szabadságról.